Érdeklődnék, hogy a Labdaház Tenisz Klub életében milyen szerepet játszott a Covid, szerencsére most már mondhatjuk, hogy első hulláma. Be voltunk zárva egy hónapra, amikor ez a forrás kitudódott. Ugye a sátorban nem lehetett játszani a légbefúvás és keringetés miatt, de egyből levettük a sátrat, megcsináltuk a nyári pályákat, és így kint a szabad levegőn, miután már engedélyezték, hogy az egy órás sportolási lehetőséget újra kinyitottunk. És szerintem a tenisz az egy nagyon jó sportolási lehetőség a Covid idején, mert ugye nem hogy 2 méter távolságot tudunk tartani, hanem 12 méter távolságot tudunk tartani játék közben, és abszolút nincsen kontakt. Gyerekeknek ugye nagyon nehéz egyrészt a távoktatásban, beleértve mondjuk a szülőket is, nekik is nagyon nehéz, illetve a nyári táborosztatás megoldása ebben a jelenlegi kialakult helyzetben. Erre esetleg van-e programotok, van-e oktatás a Labdaház Tenisz Centrumban? Így van, lehet oktatókkal is teniszezni, szívesen megtanítunk akár a kis 8 éves gyerekektől kezdve egészen a felnőtteken át. Tudunk csoportos lehetőséget is biztosítani az oktatásra, úgyhogy igen. Jelenleg ki egyébként a legfiatalabb? Te mit mondasz, mikortól lehet ugye teniszezni? Mert azért gondolom van egy minimum határ is, hogy minimum elbírja a gyermek a teniszidőt. Azt szokták mondani egyébként, hogy 8 éves kortól a legoptimálisabb, de én azt mondom, hogy már 6 éves kortól meg lehet ismertetni a labdával, kis játékos feladatokon keresztül megismertetni a közeggel, a pályával, hangulattal, nem beszélve arról, hogy szabad levegőn tud lenni a gyermek már ilyen fiatal korában is.